Na, szevasztok gyerekek! Nagy hírekkel jöttem itt GTA téren. Amint látjátok a címből is, nem a megszokott kerékvágásban folytatódik a GTA. Na most az van, amint látjátok, 27 millió dollárom van jelenleg. Trevorral. Az van, hogy újra kellett telepítenem az egész gépet, és elvesztek a GTA mentéseim. Ezért kerestem egy hasonló mentést, tehát 61%-nál jár jelenleg ez. Tehát ilyen 12-13%-ot körülbelül kihagytunk, mert ilyen 47-48%-nál tartottunk. Az van, hogy mivel ilyen rengeteg pénzünk van, én arra gondoltam, hogy kicsit most akkor változatossá tesszük a GTA-t, és elkezdünk költekezni. Tehát veszünk ilyen. Lehet fasságokat, de nem érdekel az minket. Na nézzük meg akkor, azt mondja, hogy Trevorral 27 millió dollárunk van. Nézzük meg Michael-nel mennyink van. Franklinnel is körülbelül ennyink van, de mindjárt megnézzük Michael-nek mennyie van. De gondolom akkor neki is körülbelül ennyi, ugye? Meglátjuk. Oh shit, mennyire máshogy néznek ki a karakterek. Nincsenek szarrá izével, mint ahogy én csináltam. 28 millió neki pedig, tehát... Nagyjából ugyanannyi. Oké. Én azt mondom, hogy kezdjük először Trevorral. És elkezdünk költekezni. Na most, ez így nem, tehát ez így valamilyen szinten cheat. Csak hát nem tudtam más csinálni, mert nulláról kezdeni, meg ne egyszerűen végigjátszani újra, hát az rengeteg idő. És unalmas. Úgyhogy, hát ezt a megoldást láttam a legjobbnak. Akinek esetleg ez így nem tetszik, az kapcsolja ki, vagy nem tudom. Akinek pedig tetszik, az nyomjon egy lájkot, mert... Hej, nem így ülünk ám be. Na menjünk innen ki. Bocs, de ne menj el. Na, először is, amit szeretnénk venni... Nézzük csak, miket tudunk vásárolni. Kikötőben... ez itt mi lehet? Fúha, van most egy csomó minden, ami eddig még nem volt. Úgyhogy meg kéne nézni ezeket a dolgokat. Itt van, képzeljétek el, egy ház, 150 millió dollár! Mi a fasz? Mi lehet az? Jézus Atya, Úristenem! Úgyhogy azt nem. Azt abszolút nem. Akkor nézzük meg... Mit vegyünk? Ház az, hát ilyen, ez mi? Ez meg garázs? Oké, kérdezném tőletek, hogy mit vegyünk, csak hát nem vagytok itt. Oké, itt ez csak tanuló. Akkor az ugyanaz maradt. Az jó, hogy vannak kérdések még. Amiket így nem igazán tudunk, hogy mi. Nem tudom, hogy igazából milyen házat kéne néznünk, mert jelenleg nincs olyan nagyon sok lehetőségünk. Ennyire kint a picsába, meg hát hogy? Vagy minek vegyünk, nem? Oké, ne ragudjatok, hogy ennyit szarakodok, de megnézzük a többiekkel, mit tudunk vásárolni, hogy így nagyjából össze tudjuk rakni a dolgokat. Úgyhogy mi a... Na most autót vásárolni... nem néztem meg, hülye voltam. Ezt figyeld, hogy néz ki. Nagyon kemény. Hoppá, mi volt ez a kis lag? Na mindegy. Szóval Jézus Atya Úristen, tehát vele azért már más dolgokat tudunk vásárolni. Csak nem helikoptert, vagy csak a helikopternek a izéját, a megállóját tudjuk ott megvenni. Mindjárt megnézzük, itt a motorja, nagyon jó. Mert elvileg csak a helikopternek a megállóját tudjuk megvenni, de ez sem biztos. Mindent itt most újra ki kell tapasztalnom. Írhattok nyugodtan tippeket nekem, de én szeretem így felfedezni a játékot. Így, hogy egy kicsit új... Opa! Új külsője van most már, idézőjelben, több pénzünk van. Kicsit tovább járunk a küldetésekben. Úgyhogy igen, de szeretném majd azt is folytatni, hogy küldetéseket nyomunk továbbra is. Csak most csinálunk egy ilyen kis...
Magic-et. Na, azt mondja, hogy eladó, fel kéne hívni ezt a számot. Aha, 400. Hát figyelj, megvesszük. Aha, akkor ez lesz itt a helyünk. És akkor helikoptert pedig azt hiszem interneten keresztül tudunk vásárolni. Mert ez a jó, ez király, akkor van már egy helikopterünk. 61,5%. Nagyon jó. És... Igen, igen, itt tudunk akkor vásárolni mindent. Tehát wow, mennyi szarság van. Jézus atya úristen. Ez nagyon jó egyébként. Vannak bankok, kajálni, piálni, el tudunk menni. Nem tudok így beírni. Így valamit szerintetek kiad? Csak lehet, hogy rossz... Random, lehet, hogy rossz helyen keressük, nem? Elias Travel. Aha. Wow! Na nézzük! 1,5 millió. Tudunk repülőt is venni, beszartok. Ez valami profi lehet? Vagy mi? Mert... ennyi az egész egyébként? Aha, hogy így a legolcsóbbról indulunk. Hát elméletileg ez a legdrágább helikopter. Van pénzünk, én azt mondom, hogy vásároljuk meg. Tehát, hogy tényleg van pénzünk, nem kell izé szarozni. Nagyon szép belsője van. Király! Eladva. És akkor ez most nekünk hol lesz? Mert nyilván nem itt. Akkor ez a... az van, hogy szétmegy a torkom először is. És meg kéne néznünk, hogy ez ilyenkor hova kerül. Oké? Mert ugye, itt van a mi izénk. Store-ba. Ugye ez meg van vásárolva, na most, ami meg van vásárolva, azt vajon hova teszi? Ugye, mert ez érdekes, hogy igen, az el is van már adva, mert ez itt csak a store. Hogy azt hol tudom én megnézni, hogy nekem gyakorlatilag mieim vannak. Vissza tudunk menni a menükben, hogy meg tudjuk ezt nézni. Jó? Mert ez így tök jó, nem? Tehát, hogy igen. Na most, az van, hogy én ezt szerintem megnézem most gyorsan neten, hogy ennek ezt hogy lehet megnézni, jó? Vagy várjál, ott van. 24 órán szállítják. 24 órán belül, ez mi? E-mail? Akkor erre még várni kell. Na az van, megnéztem. A csávókám azt mondta, hogy lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás. Ugye 24 órán belül szállítják. Azt mondta a csáv, hogy menjünk el valahova. Tök mindegy hova. És kapni fogunk akkor egy e-mailt. Azt hiszem e-mailt vagy SMS-t mondott, nem is tudom már. Tök mindegy. Hogy megérkezett, köszönjük szépen a vásárlását. Úgyhogy mi ezt várjuk. És akkor meglátjuk. Ajajaj, mi volt ez a kis lag? Volt itt egy kis lag. Na, addig én azt mondom, hogy házunk az milyen van? Az biztos jók vannak, nem? 750 ezres házak, hát nem tudom, hogy azok milyenek lehetnek. Megnézzünk egy 750 ezres házat? Ez meg már nagyon kint van a picsába. Már bocsánat. Repülőt is tudunk venni egyébként, úgyhogy majd annak is utána nézünk. Nézzük csak meg azt, hogy hogy mik vannak itt még? Oh shit! Fucking hell! Milyen autó? Jézus atya úristenem! Pegazzi. Vagy Pagazzi. Lamborghini. Ezek kurva olcsók!
Nem, tehát, hogy ahhoz képest, hogy... Aha, az a legolcsóbb. Nézzük már körül egy másikba is, hogy mik vannak még. Ustenem! Tankot is tudunk venni! Ezt nem is tudtam. Oké. Okay. Akkor ez megvan, ezt nézzük. Hajó, jetski. Nem kell az nekünk, minek? Nem szeretek hajózni. Hát, adjál biciklivel! Minek bicikli, hol van ennek? Ja, erre mentünk az előbb is, és még? Aha, és ezek ilyen tuningolt autók? Vagy használt autók ezek? Milyen autók ezek? Picit, mint olcsóbbak lennek, nem? Mindegy. Oké, ezt is tudjuk most már. Nézzük meg, mik vannak itt még. Azt a mindenit! Milyen szarokat lehet vásárolni, nézzétek már meg. Ez plasztika? Igen, plasztika. Jézusom. Úristen. De nem lányok vagyunk, nem tudjuk magunkat átműtetni lányám úgy. Oh shit. Ezek ilyen... nagyon kaffi kis... régies, ilyen retro cuccok. Mondjuk nem, mint hogyha én annyira szeretném az ilyen cuccokat, de vannak ilyenek, és a GTA-ba pedig elférnek abszolút. Jézus, atya úristen. Oh, talent show. Én mutathatok itt be valamit, vagy nem? Igen, legyél sztár. Aha. Nem akarunk mi? Találkozz Anitával. Szevasz, Anita! Ezt megöljük. Jó van. Aha. Jók ezek a cuccok, majd lesznek ilyen fasságaim, amiket megcsinálunk. Jó, mit szóltok, mert ezek jók lesznek, na. Vegyünk egy jó autót, én azt mondom, hogyha már itt vagyunk. Ja, Istenem, most akkor. Ez mi a jó Isten? Merchandise. Jézusom. Jézusom. Találkozz ezekkel a csíra lelkűekkel. Hát nem tudom. Vannak ilyen valamik, amik szerintem annyira így nekünk nem is kellenek, nem? Burger shot. Az igen. Na. Megnézzük, megjött-e már a repcsi. Na. Hogy kezd letenni? Nem érkezett még meg. Jó van. Meg fog az majd érkezni. Nézzük meg azért ezt a házat még ebben a részben. Azt mondja... Itt az a 7,5 kilós ház. Megnézzük. Opá, bocsánat. Nagyon lassú ez a motor egyébként. Egy normálisabb motorhoz képest. Ez tök lassú. Mármint, hogy a játékban. Mondom én. Egyébként azt nem néztük, hogy fegyverből mink van. Mert tuti jó fegyvereink vannak, csak nem tudjuk miek. Milyenek. Miek. Hoppá, várjál, rossz fele jöttünk. De jó lesz az erre is elvileg. Igen, jó lesz az simán. Na, úgyhogy gyerekek, ezek lesznek. Egy ilyen kis minimális betekintést láthattatok. Hogy mik vannak itt készülőben, és mit szeretnék csinálni ebben a játékban. Nagyon fullosra megvenni mindent, tuningolgatni, menni küldetésekre, akár azokkal az autókkal, mit tudom én, mikkel, tehát így ilyesmiket csinálni, jó házakat venni, szóval egy ilyen nagyon kemény aranyéletet itt felépíteni a játékban, hogyha most már megvan rá lehetőségünk azért, mert hát egy kis csalással derett pénzünk. Na, hát ez a ház valahol. Hát ez olyan is. Már ne haragudj. Hát ez mi? Nem tudom én ezt megnézni. Nem akarom én megvenni. Bemehetek? Nem mehetek be.
Na, szóval ezt is valaki megírhatja. Facebookon tudtok írni kommentet egyébként, hogy ezt valahogy meg tudom-e nézni. Jó, tehát, hogy bemenni esetleg, mit tudom én. Feljebb egyébként itt van egy házunk, ugye? Ott egy kutyacsont is. Zseniális. Jók lesznek ezek, én azt mondom, hogy király, hát 150 millió dollár, köszönöm szépen. Nézzük már meg, mi kerül 150 millióba, de tényleg. Kéne egy valamire való autó nekünk. Á, Istenem. Ne, olyat keresek, ami mondjuk azért úgy tud is menni, ez mondjuk. Ez jó lesz nekünk. Na, add ezt az autót, menjél innen kifelé, he. Egyébként nagyon brutál módon fáj a torkom, tehát gyakorlatilag alig tudok beszélni. Nem sajnáltatásban mondom, csak hogyha olyat láttok, hogy egy ilyet csinálok, az azért van, mert nyelek éppen egyet. És úgy fáj, tehát hogy ennyire fáj, és a mandulám egyébként. Csak ez. Szóval, igen, ez van most, úgyhogy ne haragudjatok, a kicsit ilyen rekedten beszélnék, vagy nem beszélek olyan sokat, vagy olyan hangosan, mint ahogy szoktam. Az ezért van. Jó, tehát oké, meg is érkezett a helikopterünk. Na, azt még majd mindjárt megnézzük. Megnézzük azért ezt a 150 milliós házat, hogy ez mi. Nem? Tehát, hogy azért bazeg. Már ne haragudj, de milyen jó Isten kerül 150 millióba egy házon. Húha, köhögni nem merek. Tehát, hogy próbálom azt csinálni, hogy ne köhögjek, mert akkor végem. Következő részben fogjuk megnézni ezt a házat, mert most eljövünk ide, megnézzük ezt a 150, vagy a helikopátert. Aha, ez az. Hát az anyátok picsáját, tehát hogy nem azért mondom, de na jó, visszajövünk az autóba, szétcsesszük a gyepet, úgysem mi vesszük meg. Tehát most nem azért mondom, hogy az anyátok picsáját, hanem azért mondom, mert ó, Jézus, atya úristen, mi a fuck ez? Nézd meg, itt beszélgetnek, ez ilyen városháza feeling, nem? Be lehet menni hátra, beszarsz neki. És itt vannak emberek. Golfpálya is jön hozzá, hát én beszarok. Hát, ezt nem fogjuk megvenni. De ez a golfpálya ez hozzájárhat egyébként. Jaj, bocs, 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 bocs. Kicsit szétcsesztük a gyepet. Na hát gyerekek, akkor ennyi így az első rész, úgymond. Ez a rész. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. És akkor megnézzük a következőkben, hogy mi lesz. Elmegyünk megnézni a helikopátert, stb. Mind direkt így mondom, helikopáter. Szóval, ja, igen. Úgyhogy, igen, mennyi. Itt van a leírásban az Anfield shopot, tudtok venni Anfieldos termékeket, itt van a Facebook oldal, ez a köcsög meg mit csinál, tök mindegy. Ott van az Instagramon minden, tehát mindent megtaláltok a leírásban. Na, köszönöm szépen a figyelmet, ott fut egy nő, na pisztácia, szevasztok!